Pécs TV gazdasági hírműsorát, a Mérleget látják. Köszöntöm nézőinket. Rövid híreinket a DD Gáz részvények felosztásával kapcsolatos önkormányzatok közötti megállapodásról, valamint a koszovói háborúnak az utazási irodák tevékenységére gyakorolt hatásáról készített tudósításaink követik. Hírműsorunk után friss tőzsdei információkat hallhatnak. A Mecsekfűszért részvénytársaság ebben az évben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. A cég 7 megyében forgalmaz élelmiszereket és vegyi árukat. Árbevétele ebben az évben várhatóan meghaladja a 16 milliárd forintot, dolgozóinak száma pedig a 800 főt. A Pécsi Logisztikai Központ korszerűsítése, amely a közelmúltban fejeződött be, 200 millió forintba került. Az OTP 700 ezer forintos támogatást ad a szakképzési alapból a Radnóti Miklós szakközépiskolának. Az összeg ünnepélyes átadása holnap lesz a Városházán. Pécs megyei jogú város közgyűlésének gazdasági, tulajdonosi és vállalkozási bizottsága ma zárt ülésen tárgyalta azt az önkormányzatok közötti megállapodást, amely a DD Gáz részvényének felosztásával kapcsolatos. A testület támogatásáról biztosította a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési RT által előterjesztett javaslatot. A gázművagyon azon részéről van szó, amely az Alkotmánybíróság döntése értelmében az önkormányzatokhoz kell, hogy tartozzon. Ezen belül is a cégműködtető vagyon felosztása volt az egyeztetések témája. Alapjaiban vagyonarányos, de egy kombinált vagyonarányos táblázat készült el. Két szélső eset lehet. Az egyik, amelyben a létszámaránya felosztási alap, és amellyel a nagyobb települések javára billenne a mérleg. A másikban csak és kizárólag a gázvagyon szerinti elosztás képezi az alapot. Ilyenkor viszont a nagyobb települések rosszul járnának. Az ügyet intéző és bonyolító Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Részvénytársaság egy kombinált számítási móddal állt elő. Ennek a lényege az, hogy kb. 75%-ba súlyozza a gázművagyonra településenként, de kivesz egy néhány tucat millió összeget, amelyet viszont felosztana az oly módon rosszul járó nagy önkormányzatok között. Tehát így a tipikus kecske és káposzta helyzetet próbálják előállítani. A közelmúltban három megbeszélés is zajlott a DD Gáz RT működési területén, és úgy tűnik, hogy a kombinált módszer elnyeri az érintett 150 település önkormányzatának tetszését. Pécs esetében ezt a bizottság ülésének döntése is bizonyítja. Itt most csak böcsülni tudjuk ezt a bizonyos működtető vagyont. Olyan 800-900, maximum 1 milliárdra becsüljük. Ez azt jelenti, hogy ha ez az önkormányzatok a 150 önkormányzat között a megállapodás megszületik, akkor ennek a 13,5%-a illetné meg Pécset. A javaslatot tehát a gazdasági bizottság támogatja, a döntést azonban majd csak a közgyűlés hozza meg. Az érintett három megye 150 önkormányzatával június végéig kellene megkötni a teljes körű megállapodást, és akkor a régió már úgy léphetne az illetékes minisztérium elé, hogy itt a felosztás módja már készen van, és kérik eszerint kialakítani a készülő rendeleteket. A koszovói háború befejeződésével megkezdődött a hazánkat ért anyagi veszteségek felmérése. Az azonban már biztos, hogy jelentős kár érte a hazai idegenforgalmi cégeket. A háború következtében egyes Görögországba utaztatók akár 90%-os, a horvátországi turizmusra specializálódott irodák pedig 50%-os forgalom kiesést is elkönyvelhetnek. Az utasok nagy része a távolság miatt, meg a rossz bulgár és román útviszonyok miatt nem választja Görögországot. Habár kilométerben nem mondható nagynak ez a hosszúnak ez a távolság, hisz alig 130-150 kilométerrel növekedett a tavalyi útvonalhoz képest az idei útvonal, de a Románia és bulgáriai útviszonyok ezt plusz 8-10 órában mérhetők. Tehát még tavaly 20-24 óra alatt leértek az utasok, idén 30-36 óra utazást jelent. A bolgár és a román hatóságok kihasználva a rendkívüli helyzetet jelentősen megnehezítik az utazási irodák helyzetét. Nagyon sok rendeletre hivatkoznak a bolgárok. Említenék például egyet, a súlyadót, amire 500-600 márkát kell fizetni, habár az országok közötti egyezmény ezt nem írja elő.
Hivatalosan 500 márkáról kellene adniuk számlát, nem hivatalosan 2350 márkát kérnek el, tehát ez nagyban befolyásolja az irodának a veszteségét. A megnövekedett költségek nagyobb részét általában az utazási irodák állják, nem hárítják át azt az utasokra. Ez egyértelműen az irodák árése terhére megy, de hát nyilván miután ugye nem csak az, tehát egyrészt ugye az iroda szervezi a saját buszaival, aztán van, aki nem a saját buszaival szervezi ezeket az utakat, hanem bérelt buszokkal, tehát mindenki kénytelen, minden résztvevő, aki tulajdonképpen a költségeket állja, kénytelen ebből osztozni, illetve hát költséggel többletet vállalni. A horvát utakat szervező irodák abban reménykednek, hogy a háború végeztével megint egyre többen választják a horvátországi kirándulást, így a veszteségük csökkenni fog. Azt érezzük az utasok részéről, hogy nagyon megfontolják és nagyon átgondolják az utazási irányukat. A kedvük ugyan megvan hozzá, az érdeklődési szint az adott, ellenben a tavalyi forgalmunkhoz mérten jelentősen visszaesett. A volumenében nem tudnék most számadatot mondani, de előre láthatólag egy 50%-os esély, a tavalyi forgalomnak az 50%-os esése be fog sajnos következni. A Horvátországba és a Görögországba utaztató cégek idén a Pireneusi félszigetre és az olasz Adriára szervezett utakkal próbálják csökkenteni a forgalom kiesésüket. A Mérleg új kiadásával, friss gazdasági hírekkel a holnap reggeli hírórában jelentkezünk. Vendégünk lesz Éváni dr. Kamarás Zsófia, az APEC Baranya megyei igazgatóságának adóbevallási osztályvezetője. Vele a május 31-i határidővel benyújtott társasági adóbevallásokról kapcsolatos tapasztalatokról beszélgetünk. Észrevételeiket, javaslataikat a képernyőn látható címre várjuk. Most kérem, tekintsék meg a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara aktuális információit. Ha kíváncsiak a friss tőzsdeárfolyamokra, nézzenek bennünket a Mérleg után is. Jó estét, köszöntöm a Pécs TV nézőit. Stagnáló, kissé unalmasnak mondható kereskedéssel indult ma a budapesti értéktőzsde. A BUX 18 pont pluszban zárt, vegyes előjellel zártak a nagy papírok. A MOL 5995-ön, az OTP 10470-en eséssel fejezte be a napot, ugyanakkor a Richter 9795-ön, a MATÁV 1354-en, valamint a TVK 2630-on zárt és emelkedett az előző napi záróárához képest. Az alakerámiáról megjelenő hír pozitívan érintette az árfolyamát, miszerint hitelkönnyítést, illetve átütemezést kapna a CSZB-től. A papír 2005 forinton zárt, napi csúcsa pedig 2030 volt. A borsodkem papírok is erősödni tudtak a pénteki jelentősebb esés után, ma 6110 zárta a napot. Enyhén esett a rába 2135-ig, valamint a napi is esett, és 3780-on kezdtek utoljára üzletet rá. Az összforgalom 8,4 milliárd volt. A főbb európai börzék pozitívan zártak. A Wall Street-en még folyik a kereskedés, a Dow optimistán kezdett, majd 50 pontos mínuszban állt. Köszönöm a figyelmüket, és további jó estét kívánok!